A Magyar Falu Program az egyik legnépszerűbb hazai lehetőség, mely új lendületet adott a kistelepülések fejlődésének. Minden évben vannak ismétlődők mellett új témák is a kiírásokban. Térségünkben az idei lehetőségekről Lesence Istvánon tartottak tájékoztatót, Gyopáros Alpár és Navracsics Tibor kormánybiztosok, valamint Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő. Ezt mutatjuk most meg. Ismét lehet pályázni a Magyar Falu Programban. Új kiírások jelentek meg január első napjaiban, mely szerint az 5000 fő alatti települések nyújthatják be támogatási igényüket a jól ismert pályázat keretein belül. Minden évben azt tudjuk mondani, hogy tekintettel arra, hogy ahogy megfogalmazzuk a Magyar Falu Programot, maguk a falvak írják. Alapvetően két csoportba sorolhatók a pályázati kiírások. Egyrészt azok, amelyeket állandóan ismétlünk, mert igazából az elejétől kezdve tudtuk, hogy olyan nagy szükség van ezekre a fejlesztési támogatásokra, ezekre a célokra, hogy valószínűleg évek hosszú során keresztül kell majd támogatást biztosítanunk ezekre. Ilyenek például a járdafejlesztési pályázatok, ilyenek az utcák fejlesztését célzó pályázatok, az önkormányzati ingatlanok felújítását célzó pályázatok. De emellett egy másik halmazban minden évben vannak újdonságok, hiszen egyrészt a falvak helyzete is változik, egyre több a gyermek a falvakban, hála Istennek. Ezért például 2022-ben bölcsődefejlesztési pályázatot is kellett kiírnunk, és játszótérépítési pályázatban is olyan módosításokat hajtottunk végre, amit a magasabb gyermek létszám indokol. Vagy például olyan újdonságokat tudunk beépíteni, mint technikai módosítások, amelyek a falvakból érkeznek. Például, hogy korábban lehetett pályázni utcák fejlesztésére, de például a mellettük lévő csapadékvízelvezető rendszerek fejlesztésére nem. Így hát aztán megjelentettük ezt a pályázati kiírást is, és még hosszan sorolhatnám a hasonlókat. Melyek az idei kiírás újdonságai? Igen, további ilyen a hasonló újdonság, például a meglévő közösségi terek, művelődési házak, kultúrházakhoz kapcsolódó külső közösségi terek fejlesztése. Ezek jellemzően jelentenek valamilyen színpadot, ami leromlott állapotban van, vagy mondjuk nincs színpad, csak igény lenne rá a faluban, vagy mondjuk van egy színpad, de nincs befedve, ezért aztán a rosszabb időjárás esetén nem lehet használni. Ezeknek a fejlesztésére tudnak például pályázatot benyújtani a települések. De például újdonság szintén a gépszín pályázatunk, amit nevezzük így munkanyelven csak gépszín pályázatnak. Ennek az a lényege, hogy az elmúlt években nagyon sok olyan eszközt, vagy gépjárművet, vagy gépjárműveket tudtak beszerezni a kis települések a Magyar Falu Program keretében, mint például falugondoki buszokat, tanyagondoki járműveket, vagy mondjuk a helyi polgárőr egyesület, vagy önkéntes tűzoltó egyesület a saját járműveit, vagy mondjuk egy fűnyíró traktort, vagy egy nagyobb traktort éppessége, valami más munkagépet, vagy kisebb kézi eszközöket, amelyeket nem tudnak most hova elhelyezni, vagy nem tudnak biztonságosan tárolni. Ezeknek a tárolásra alkalmas épületeknek a megépítéséről van szó. Mekkora az idei keretösszeg, és ez mit jelent témánként, településenként körülbelül? A évről évre emelkedik a Magyar Falu Program támogatási össze, vagy keretösszege. Ez nem csak a pályázatokra vonatkozik, hanem az egész Magyar Falu Programra, hiszen 2018-ban 150 milliárd forinttal kezdtünk. Az idei évben jó eséllyel meg fogjuk haladni a 300 milliárd forintot. Ebben a négy évben összesen így aztán kb. 1000 milliárd forint támogatási összeg jutott a falvaknak a Magyar Falu Program keretében. Ami pedig a pályázatokat illeti, ott 50 milliárd forintról indultunk, és az idei évben pedig már 70 milliárd forint támogatási összegre pályázhatnak a települések. Mennyire jellemző, hogy a települési önkormányzatok veszik ki a részüket elsősorban a pályázatok megírásából, részvételéből, vagy mennyire van jelen a civil szféra is? Hát ugye a pályázataink döntő része az az önkormányzatok számára szól, kis település falusi önkormányzatok számára, kisebb részben a civil szervezetek és az egyházközségek számára. Ez azért van, mert az egész Magyar Falu Programnak az az alapfilozófiája, hogy olyan életminőséget szeretnénk teremteni a falvakban, legalább az alapszolgáltatások szintjén, mint amit a városban élők tapasztalnak. És ezeknek a szolgáltatásoknak közszolgáltatás, valamilyen közszolgáltatás formájában alapvetően az önkormányzat a szolgáltatója, tehát őket kell elsősorban támogatnunk, de ugyanilyen fontosak egyébként, ahogy mondtam, az egyházközségek, vagy éppenséggel az iskola fenntartók, és természetesen a civil szervezetek is. Összességében, kormánybiztos úr, mi mondható arról, hogy mi változott a magyar településeken, az 5000 fő alatti településeken a Magyar Falu Programnak köszönhetően? Ha egy kicsit költői akarok lenni, akkor ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy a magyar falvak a reneszánszukat élik.
De hogyha ezt gyakorlatilisabban kell alátámasztanom mondjuk konkrét számokkal, akkor ezt örömmel teszem, mert hogy amikor elindítottuk a Magyar Falu programot, akkor azt tapasztaltuk, hogy a kb. 2900 magyarországi kistelepülés döntő része, olyan 2500-2600 település, drasztikus a népességszám csökkenéstől szenvedett el az elmúlt évtizedekben. És ennek a 2500 településnek majdnem a fele 1000-1100 település, csak ez alatt a három év alatt, amit magunk mögött tudunk a Magyar Falu programnak köszönhetően, megállította a népességszám csökkenését, és elkezdett emelkedni a népességszám. Mi azt mondtuk, hogy ilyen eredményt talán 4-5 év alatt fogunk, vagy esetleg 6 év alatt fogunk elérni, fele annyi idő alatt elértük. Ez azt jelenti, hogy valamit jól csinálnak a kis települések, működik ez a dolog, csak megfelelő eljárásrendet kell kialakítani hozzá, jó célzott pályázatokat kell kírni hozzá, és természetesen a megfelelő forrástömeget kell hozzárendelni, és akkor a falvak tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel. A pályázatok döntő része az önkormányzatok számára szól, kisebb részben a civil szervezetek és az egyházi közösségek igényelhetik. Térségünkben is nagy az érdeklődés. Idén is folytatódik az a politika, amely idestóval 3 éve új életet lehelt a magyar falvakban, hiszen azt hiszem mindenki megerősítheti, aki falun lakik, hogy a Magyar Falu támogatásainak köszönhetően a magyar falvakban megállt a népesség eláramlása, sőt, egyre többen költöznek vissza, az épített környezet megújul, hiszen ezt láthatjuk itt Lesence Istvánon is, az épületek szebbek lettek, az utak jobbak lettek, a szolgáltatások magasabb színvonalúak lettek, és a mostani pályázati kiírás azt mutatja, hogy ezt a hagyományt tudjuk folytatni, az idei évben biztos, és természetesen sikeres választási szereplés után ez még hosszú évekig így fog folyni. Mit tapasztal a települési vezetők, az önkormányzatok vezetői, képviselői, mennyire készültek fel erre az újabb lehetőségre? Mennyire állnak készen ötletekkel, megvalósítandó tervekkel? Hát az már, hogy ezen a fórumon mindenki itt van. Ez azt mutatja, hogy nagyon nagy érdeklődés övezi a Magyar Falu programot. Mindenki az elmúlt években már ilyen vagy olyan formában nyertes volt, vagy nyertes programokat tud maga mögött. Egyrészt megjött a pályázási bátorsága is a polgármestereknek, megvan a rutin is, és így szépen lassan megszilárdulnak azok az elképzelések, amelyeket egy-egy falu a saját jövőjével kapcsolatban megfogalmaz. És ez az igazán fontos, hogy a falvakban kialakulnak a jövő stratégiák, és ezeknek a megvalósításához a kormánytól kapnak is anyagi támogatást. Mekkora összegekre pályázhatnak, tudunk-e egy általános számot mondani témánként, vagy településenként? Országos támogatási összegek vannak, egy költségvetési globális számban, és azon belül vannak pályázati kiírások. Nyilván nincsen lebontva a választókerületekre, hogy fix összegek legyenek, hogy egy-egy választókerületben mennyi az, ami biztosan jár, hiszen nem lehet tudni, hogy az egyes irányok iránt milyen érdeklődés van, illetve milyen sikeres pályázatokat írnak. Mi arra törekszünk, hogy itt ebben a térségben sem legyen olyan falu, amely esetleg nem tudná megvalósítani pénz hiányában az elképzeléseit, ahogy az eddig években úgy ezt tudjuk folytatni idén is. Egy gyakorlati kérdést engedjen meg, mennyire gyors lefolyásúak ezek az idei pályázatok? Tehát a kiírástól, a benyújtástól számítva, milyen hamar kezdhetik meg majd a munkákat a településeken? A Magyar Falu pályázati programjai a leggyorsabb értékelésűek, határidőtől függően. Azt mondhatjuk, hogy most is az várható, hogy mindegyik pályázati alprogram esetében április környékén már kifizetések lesznek. A Magyar Falu program célja tehát továbbra is, hogy olyan életminőséget teremtsenek a falvakban az alapszolgáltatások szintjén, mint amelyek a városokban is elérhetők. A kiírások ehhez alkalmazkodnak, továbbá találkoznak a települések igényeivel is. Nagyon örülök annak, hogy az idei évben a Magyar Falu program újabb pluszköltségekkel gyarapodik, hiszen az 50 milliárdos keret, amivel elindult, most már egy 70 milliárdos kerettel számolhatnak a települések, és ez az összeg ez mindig változik. Hál' Istennek fölfelé magasabb lesz az összeg, hiszen évközben is mindig voltak módosítások, módosulások, és nagyon remélem, hogy az idén is így lesz. Államtitkár úr megígérte, hogy minden meg fog tenni annak érdekében, az fejlődjön. Én azt látom, hogy a települések nagyon kihasználták az elmúlt időszakban a pályázati lehetőséget, jól megtanulták a pályázati formákat, megtanulták a határidő kezelését, és megtanulták magának a beadási procedúrának a kezelését is, és
bár minden évben vannak kisebb módosítások, és ezért jó a tájékoztató, az államtitkára tájékoztató, hogy erre települések fel tudtak készülni, és azt látom, hogy sikeresek is, hiszen nincs olyan településünk, amely 2-3 programot ne valósított volna meg, sőt, van olyan település, amely 4-5 fejlesztés is meg tudott valósítani az elmúlt időszakban. Én tehát ezt a fejlesztést, illetve ezt a fejlődést várom az elkövetkezendő időszakban, egészen biztos vagyok benne, hogy a települések élni fognak a lehetőségekkel, és tovább fejlődnek falvaink. Melyek azok a területek, melyek azok a témák, amelyek a legnépszerűbbek voltak az elmúlt években a Magyar Falu program keretein belül? Nagyon fontosak voltak és nagyon népszerűek voltak az útfejlesztések, járdafejlesztések, illetve az önkormányzati ingatlanoknak a megújítása. De én azt látom, hogy nagyon sokan éltek a falubusz pályázattal is, hiszen ezek olyan szolgáltatásokra adtak lehetőséget, amelyek egy falu életében nagyon fontosak. Az étel kihordásra, a betegek szállítására, a gyógyszerek kihordására, illetve az önkormányzati településen élő fiatal gyermekeknek az óvodába, iskolába szállítása. Ezek nagyon jó segítség volt a települések számára, és egészen biztos, hogy ez folytatódik. A pályázati kiírásokban ezen program keretén belül szinte mindenhol megtalálható a közösségi tér fejlesztése. Mi a kormányzat célja ezzel? Evel két lehetőséget is szeretnénk elérni. Egyrészt azt, hogy a tereink, pontosabban azok az épületek, amelyek a téren vannak, ezek megújuljanak. Másrészt pedig olyan közösségi programokat valósíthassanak meg a települések, amelyek összefogják a települést. Az elmúlt időszakban talán ez az, ami legjobban megcsinlette a településeinket, hiszen a közösségi programok, a rendezvények, a falunapok, azok elmaradtak. És a beruházások viszont folytatódtak, ez öröm, és nagyon remélem, hogy ezeket sikerül majd pótolni. A Magyar Falu program lehetőségein túl megkérdeztük a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztost azokról a tervekről, melyek a városokban valósulnak meg a közeljövőben. Egyrészt fut a modern városok program, a megyei jogú városok program, ami 23 ilyen város található Magyarországon. Ez 2015-17 óta zajlik, azért mondok két dátumot, mert 2015 és 17 között egyedi megállapodásokat kötött a kormányzat az egyes megyei jogú városok polgármesterével, városvezetőivel, és ez is egy olyan speciális program, amely korábban még nem volt, hiszen maguk a városok fogalmazhatták meg azokat az igényeket, azokat a fejlesztési igényeket, amelyeket szerettek volna megvalósítani, és ezek el is kezdődtek ott 15-17-ben, legalább a tervezésre, aztán később a kivitelezés szintjén. Nagyjából félúton járunk. 4000 milliárd forintnyi fejlesztést fogalmaztak meg összesen ebben a 23 megyei jogú városban, ami jogos és korrekt, hiszen ezen települési szegmensben él a magyar lakosságnak közel az egyharmada, és ennek a 4000 milliárd forintnak körülbelül a felét már oda tudtuk fizetni a kedvezményezett önkormányzatoknak, azaz ezek a beruházások már megvalósultak vagy épülnek. Nagyjából 2025 környékére az utolsó beruházást is majd át kell adni, vagy legalább el kell kezdeni megvalósítani, megépíteni. Érdemes megemlíteni az 5000 lélekszám fölötti, de nem megyei jogú város településeket. Ebben a térségben is vannak ilyenek, például Ajka vagy Tapolca, amely településekre dedikált településfejlesztési program nincsen, viszont a településfejlesztési operatív program, amely ugye Európai Uniós és hazai forrásokból egyaránt táplálkozik, eznek a programnak a kedvezményezettjei eddig is, és döntő részükben ezután is ez a kisvárosi szegmens lesz, ez 5000 fölötti, de nem megyei városi szegmens lesz, és ezeket egészítik ki azok a kormányzati központi költségvetési támogatások, amelyekből különböző iskolafejlesztéseket, útépítéseket és így tovább egyéb infrastruktúra fejlesztéseket meg tud valósítani, például Ajka és Tapolca is.